lehet, hogy össze fognak veszni a nadrágszár és a cipőfűző közti ízeken. Nem? Felpörgetett napjuk volt, mert ugye délelőttet azzal kezdtünk, hogy elmentek szerepelni egy tévéstúdióba. Utána visszajöttek, sétáltunk egy nagyot, tehát ez még mindig a pihenő időszak. Most nagyjából annyi történik, hogy béke van, nyugalom van, és akkor közben megeszik a nadrágomat meg a cipőmet. Most a nadrág száram és a cipő talpam a sztár. De egyébként ez mindig változik, hogy éppen mire kattannak rá. Múltkor például az egyik kollégámnak, barátomnak a tépőzárjára cuppantak rá, és bennük az a nagyon vicces, hogy hát nem, ez nem is jó szó, hogy vicces, az a nagyon nagy különbség, hogyha az ember a kutyájára rászól ötször, hogy ezt nem szabad, akkor azt tudja, hogy nem szabad. A farkassal ellentétben, aki, hogyha bekapja az embernek a cipőtalpát, nadrágszárát, utána azt gondolja, hogy az az övé. És hiába próbálom én azt mutatni, hogy ez nem az övé, ő már utána ezt igen, úgy érzi, de igen. Igazából ők ilyenkor egyáltalán nem akarnak bántani, amikor megcsípnek, az csupán azért van, mert hogy azt gondolja, hogy az még a nadrágom szára, de nem, az már a bőröm. Úgyhogy ez nekik játék, ők abszolút tudják, szerintem most kezdik lassan megtanulni majd azt, amit úgy hívunk, hogy rátolt harapás, most már egyre inkább azt veszük észre, hogy amikor bejövünk, akkor nincs az a nagyon komoly durvulás. Ezzel az újabb kis csapattal, ugyanúgy, ahogy az előzőekkel együtt járnak a kék, zöld, lila, piros, mindenféle színű foltok, és tudjuk, hogy ki fogják nőni, és abban bízunk, hogy minél hamarabb. Thank you.